Hatalmas rakásokban áll a kiszállításra váró szociális tűzifa a siolgádi polgármesteri hivatal udvarán. A település önkormányzata minden évben pályázik a belügyminisztériumnál, hogy ezzel a nyersanyaggal segítsék a helyben élő rászorulókat. 60 köbmétert sikerült pályázni az idejébe, most már a negyede el is került a háztartásokba, folyamatosan visszük kifelé. A szabályok szerint a rönkök kuglikra vágását és a szállítását az önkormányzatoknak kell megoldaniuk. Siolgárdon ezzel nincs is gond. A településen minden esztendőben arra törekednek, hogy valamennyi igénybenyújtónak segítsenek a téli időszakban tüzelővel. Ugye ez szociális alapon működik, vannak értékhatárok, az egyedülálló és a családban élőknek is más az értékhatár, és most már azért egy-két héten belül szerintem megkapja mindenki a tűzifáját. Szerencsére azért az időjárás megtette azt, hogy kihúzta ezt a jó időt, így azért most még nem annyira hiányzott, de azért még hosszú lesz ez a tél. A kormány 2022-ben 5 milliárd forintot fordított a szociális tűzifa programra. Ebből a pénzből 2374 településen segítették fával és kőszénnel a rászorulókat. Előbbi nyersanyagból egyébként nagyjából 200 000 köbmétert igényeltek az érintett falvak és kisvárosok.